nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, és elsősorban a térség polgármestereit. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismételten közösen nyilatkozhatunk meg egy olyan ügy érdekében, ami úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági válság és energiaválság idején elkerülhetetlen. Makó és térsége tekintetében minden olyan közös ügy, ami a térségi lakosságot érinti, mindig közösen léptünk fel, és ezt ezúton is szeretném megköszönni minden polgármester társamnak, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben is az összefogás embereiként, települések vezetőiként ebben az esetben is itt vannak, és az együttműködésre, összefogásra ugyanúgy készen állnak. Mint mindannyiunk számára ismeretes, 2022. február végén kitört orosz-ukrán konfliktus hosszú évtizedek óta az egyik legnagyobb térségünket is rendkívül komoly negatív hatásokkal sújtó háborús esemény, amelynek a világ gazdaságára gyakorolt következményei még a vártnál is nehezebb, sokkal nehezebb helyzetbe sodorták Magyarországnak a településeit. Februárt követően gyakorlatilag az itt jelenlévő polgármesterek több olyan intézkedést hoztak már a nyári időszakban is, ami nyilván elsősorban a 2022. évi költségvetésnek az átgondolását, felülvizsgálatát eredményezte, és nyár végétől gyakorlatilag a települési polgármesterek, illetve képviselőtestületek fontos intézkedéseket hoztak meg annak tekintetében, hogy a rendkívül nehéz helyzetet igyekezzenek kezelni. Oroszország Ukrajna elleni agresszióját magyarként és történelmi tapasztalataink alapján is kötelességünk elítélni. Emellett azonban településeink ukrán nép iránt érzett szolidaritása nem csak szavakban, hanem konkrét segítségnyújtásban is megnyilvánult, illetve megvalósult az elmúlt időszakban. Itt is csak a hála és a köszönet nyelvén tudok beszélni, hiszen a februári háborút követően, kitört háborút követően több településen ukrán menekülteket fogadtak be a települések vezetői. Makó városa is mindent megtett annak érdekében, hogy hideg élelmiszercsomagokkal, úti csomagokkal, illetve szálláshelyekkel segítsék az átutazó menekülteket, és természetesen a térségben lévő települések is ekként igyekeztek segítséget nyújtani. Ennek ellenére, mindezek ellenére az a valóság, hogy Makó városának és a térség településeinek az Európai Unió által Oroszország ellen hozott elhibázott szankciók következményeként kialakuló energia és gazdasági válság miatt az elmúlt hónapokban számos nehéz döntést kellett meghoznia, és lehet, hogy még kell is majd az elkövetkezendő időszakban meghoznia, hiszen nagyon sok kormányhatározat jelenik meg napról napra, hétről hétre, ami szintén arra ösztökéli az önkormányzatokat, hogy további racionalizálásokat vezessen be. A nehéz döntések meghozatala annak érdekében történik, hogy meg tudjunk küzdeni az elszabadult energiaárakkal, és segíteni tudjuk a szintén ennek a hatásnak köszönhetően nehéz helyzetbe kerülő lakosságnak. Elsősorban nyilván itt a természetbeni juttatások, illetve magasabb költségvetési keretek elkülönítése szociális támogatásokra vonatkozóan valósultak meg itt térségi szinten. Településeink válság elleni harcát ráadásul tovább nehezíti, hogy Magyarország lakosságát a jogosan megillető uniós felzárkóztatási és helyreállítási források még ebben a rendkívül nehéz időszakban sem állnak rendelkezésre. Polgármesterként egyik legfőbb feladatunk, úgy véljük, hogy biztonságot és kiszámíthatóságot biztosítsunk településeink lakosságának, ám ekközben azt látjuk, hogy az Európai Unió háborúra adott válasza csak kiszolgáltatottá teszi gazdaságunkat az elszabadult piacoknak. Magyarként azt is megtanultuk az elmúlt évszázadok vérzivataros történelméből, hogy a bajban csak az összefogás segíthet. Ennek nagyon szép példája úgy gondolom a mai nap is. Ezért kiállunk amellett, hogy az Európai Uniónak változtatnia kell a gazdaságot recesszióba taszító szankciós politikáján, és biztosítania kell a magyarok számára a válságkezeléséhez szükséges helyreállítási és felzárkóztatási forrásokat.
Makóvárosa, Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádealberti, Csanádpalota, Földeág, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, Magyar Csanád, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeág, Pitvaros település polgármestereiként egyetértünk az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen asszonynak írt levél tartalmával, és támogatjuk a benne foglaltakat, amelyet Szita Károly Kaposvár polgármestere, illetve a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke küldött meg minden település számára. A települési önkormányzatok képviselői a polgármesterek külön-külön nyilatkozatban is megküldik támogató nyilatkozatukat, illetve jelen esetben pedig az összefogás jeleként, illetve jegyeként a mai napon térségi szinten is közös nyilatkozatban szeretnénk támogatni Kaposvár polgármesterét, illetve elnök urat. Ezzel a nyilatkozattal és az aláírással kapcsolatban annyit szeretnék mondani Magyar Csanád község polgármestereként, hogy valóban nagyon sajnálatos a kirobbant háború, ami februárban robbant ki Ukrajna és Oroszország között. Sajnálatos az, hogy szankciókat léptettek életbe Oroszországgal szemben az unió vezetői, és az is sajnálatos, hogy ennek következtében olyan magasak lettek az energia hordozók árai, hogy jelentősen generálják az inflációt Magyarországon. Minden nap tapasztaljuk mi is településvezetőként és magánemberként is, hogy bemegyünk egy üzletbe, lényegesen többet fizetünk, mint amennyit egy fél évvel, évvel ezelőtt fizetünk egy adott termékért. Ezt a nyilatkozatot azért szeretném aláírni, hogy biztosítsam Szita Károlyt a támogatásomról, a magyar kormányt a támogatásomról, és bízom abban, hogy ez eljut az elnök asszonyhoz, Magyarország minden településéről ez a nyilatkozat, és talán átgondolja minden európai vezető, hogy az adott ország állampolgárai milyen nehéz helyzetbe kerülnek egy tőlünk független határainkon kívül zajló háború következményeként. Mint minden önkormányzatot, Nagylak települést is nagyon nehéz helyzetbe hozta az elszabadult energiaára. Ez nyilván mindenhol attól függ, hogy ki milyen szerződést kötött a szolgáltatókkal. Nagylak vonatkozásában ez az áramdíjnál kétszeres árat jelent, a gáznál az idei évre pedig hatszoros árat, és a 23-os évi árszabást még nem ismerjük. Én azt gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy mindannyi ilyen álmatlan éjszakákon vagyunk túl, hogyha azon gondolkodtunk, hogy hogyan oldjuk meg egy-egy település működő képességét, illetve hogy hogyan tudjuk az energiaárakat csökkenteni, az energiafelhasználásunkat csökkenteni. Minden önkormányzatnál vannak olyan intézmények, amelyeket bezárni kényszerülünk, illetve a nyitvatartási időkben módosítást szükséges, csökkent nyitvatartással üzemeltetjük az intézményeinket. Mindannyian arra törekszünk, hogy az alapvető ellátásokat, működőképessé tudjuk tenni. Nyilván nincs mindenki abban a helyzetben, hogy a gázfogyasztást ki tudja váltani egyéb energiahordozókkal. Itt sokszor intézményeket kell összevonni, átköltöztetni. Az Európa Uniónak a hozzáállása, azt gondolom, hogy a szankciók, mint ahogy eddig is láttuk, sajnos nem vezetnek eredményre, és azt gondolom, hogy nem Oroszország kényszerül térdre, hanem Európa fog térdre kényszerülni, ha további szankciókat fognak bevezetni, hiszen működőképtelenné fognak válni önkormányzatok, vállalkozások, intézmények. Azt gondolom, mindannyian így gondolkodunk, hogy egyetlen megoldás van, az pedig a béke, nem a további szankciók. Ehhez viszont azt gondolom, tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség Oroszország és Amerika között. Kettős minőségben vagyunk itt. Egyik az, hogy közvetlenül a lakosok bennünket keresnek meg a saját problémáikkal, másodszorban pedig a lakosokat kiszolgáló intézményeink, óvoda, iskola, egyéb művelődési központ, egyéb intézmények, ezeknek a energiával történő ellátása fontos. A mi esetünkben szerencsés helyzet van, hiszen már évek óta biomassza kazánokkal fűtjük az összes közintézményünket. Ez természetesen nem mentesít bennünket sem attól, hogy ne legyünk érzékenyek a lakosság iránt. Nyilvánvalóan különbséget kell tennünk a politika és az energia
valósága között. Ez azt jelenti, hogy bárhonnan szerezzük is be az energiát, ez nem kis fejtörést okoz az államnak, mi pedig végrehajtói vagyunk mind annak, amit megkapunk. Természetesen bennünket is érzékenyen érint, ha másként nem, a lakosságon keresztül az energiaár növekedése. Hát nyilvánvalóan, hogy mi hamarabb ennek véget kell vetni, és ennek megfelelően nyugodt szívvel fogom ezt aláírni, illetve a saját hangunkon képviselni azt az elvet, hogy ez az út gyakorlatilag nem helyes.